Pár nap alatt összeadták az emberek az Igaz Gyöngy Alapítványtól elvont állami támogatás összegét. Az alapítvány még hétfőn számolt be róla, hogy a járványhelyzetre való hivatkozással 50%-kal csökkentik a támogatását. Skype-on kapcsoljuk Elritók Nórát. Aki az Igaz Gyöngy Alapítvány alapítója. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Meglepődött, hogy ilyen pillanatok alatt reagáltak az emberek, és a sejtjükből odaadták azt, amit az állam elvett? Hát nézze, reménykedtem, de azt gondolom, hogy igen, meglepődtem. Tehát azt gondolom, hogy ebben a nehéz gazdasági helyzetben ez egy hihetetlen odafordulás, meg teljesítmény az emberektől. Érti, hogy igazából mi történt? Most nem is az adományok oldalán, mert de a kalappal azok előtt, akik megnyitották a zsebüket, bukszájukat, hanem az állam részéről. Hogy itt mi a szándék? Mert hogy nem ez a 8 millió forint hiányzik a járványügyi költségvetésből, azt más költésekből egészen világosan látjuk. Igen, igazából nem értem. Augusztus elején engem is felhívott államtitkár úr egy beszélgetésre, és elmondta, hogy a járványhelyzet miatt ebből a büdzséből költségelvonásokat kell tenniük, és ez érinteni fogja a köznevelési megállapodásokat. Én próbáltam elmagyarázni, hogy mi milyen munkát végzünk, és hogy azok a pontok, amiket ő évként felsorol, azok mennyire nem igazságosak, nem állják meg a helyüket, és én abban a hitben voltam, hogy sikerült őt meggyőzni. A hétvégén, amikor láttam a hírekben a Iványi Gáborék iskoláit, akkor már nagyon rossz érzésem volt, és hát reggel aztán megérkezett a postával nekünk is a levél. Igazából akkor tudnám, és utána hallottam az ÁMVÉDK-t is, a harmadik, azt gondolom, hogy mi hárman elég emblematikus intézményei vagyunk az esélyteremtésnek. Igazából akkor tudnánk, hogy mit, az okokat feltárni, hogy mi lehet mögötte, hogyha látnánk, hogy kik azok, akiktől még elvontak, vagy kik azok, akiknél megmaradtak a támogatások. Államtitkár úr azt mondta, hogy a nemzetiségi iskoláknál meg kell tartani a köznevelési megállapodást, én ezt el is tudom fogadni maximális, és azt említette, hogy az egyházi iskoláknál is, tehát nem sok választás maradt, csak az alapítványiak. De nem tudom, nincs információnk arról, hogy az alapítványi iskolák közül kiknél maradt meg, milyen okok miatt és kiknél vették el. Ha valaki nincs egészen képben, ez az esélyteremtés, amit kifejezetten önök művelnek, ez mi módon jelenik meg a helyi gyerekek életében? Nyilván, aki ránéz és azt mondja, hogy egy művészeti iskola, mi értelme van annak, hogy ezt az esélyteremtéssel összekapcsoljuk, nyilván minek rajzolgatnak, miért nem tanulnak szakmát, tehát nagyon sok ilyen felszínes megközelítése lehet a dolognak, de az Igaz Gyöngy jóval több, mint egy művészeti iskola. Maga a módszertan is különleges, és úgy hívjuk most, hogy hármas fókuszú vizuális nevelés, mert a vizuális kommunikáció fejlesztés mellett hátránykompenzáló és szociális kompetencia, szociális készségfejlesztő elemek vannak benne. Ez iránt óriási az érdeklődés, és hát a határon túli magyar iskolákban is nagyon sok helyen ezt tanítják, ezeket a mi képzéseinket akkreditálták, és itthon Magyarországon is sokfele használják. Ráadásul a hatodik éve, a tanéve a tankerülettel együttműködve itt, a három járásban, az alsó tagozatokban beépítjük ezt a módszert, tehát mindenképpen sikeres. Benne vagyunk az OH programjaimba, az oktatási hivatal programjaiba is ezzel, sőt, azban a nagy közoktatás fejlesztési programba is, amit a Képzőművészeti Egyetem vagy az EGRI Egyetem koordinál, ezeknek is részei vagyunk. De ha így hallgatom önt, akkor nem lehetnek ellenségek. Hát akkor voltak éppen a módszertant, a munkát, amit végeznek, azt el is ismerik. A szakmai részen igen, de úgy tűnik, hogy ez nem realizálódik szakpolitikai szinten és támogatásban. Nyilván mellette az iskolának még mi nagyon sok olyan támogató tevékenységet viszünk, ami nem lenne dolgunk. Tehát az ösztöndíjprogramunk, a tanodák, az iskolaszer programunk, az, amit a járvány idején csináltunk, az, ahogy a családokkal foglalkozunk, ahogy az okokat próbáljuk megkezelni, és nem csupán az oktatásra fókuszálva fejleszteni abban a 45 percben, vagy 2x45 percben a gyerekeket, amiket kapunk. Szóval ez a komplex munka az, amit mi esélyteremtésbe hozzáteszünk, és én nem hiszem, hogy ezt más hozzátenni.
ehhez a munkához. Államtitkár úr azt mondta, hogy elég sok párhuzamos kifizetés van, amiket meg kellene szüntetni, hiszen vannak, rápillantott ott egy papírra, és mondta, hogy vannak a járásban más állami és egyházi művészeti iskolák is. De ezt a munkát, amit mi az esélyteremtésben hozzáteszünk, ezt nem teszi hozzá sem egy állami, sem egy egyházi iskola. Ők az oktatásra fókuszálnak, mi pedig az oktatás mellett egy komplex probléma kezeléssel próbálunk. Jellemzően kik a diákjaik? Most 650, évek óta 650 körüli a tanuló létszámunk, nekik 70%-uk hátrányos helyzetű, és körülbelül 300-350 között mozog a halmozottan hátrányos helyzetű roma gyerekek aránya. Mióta a törvénymódosítás a hátrányos helyzetet újra definiálta, azóta nem tudjuk ezt százalékban hivatalosan így kimutatni, de most is felénél több igazoltan a hátrányos helyzetű gyerek, és az gyerekek élethelyzetében attól, hogy a definíció változott, nem történt változás. Nem az itt a baj, hogy voltak éppen állami feladatot látnak el, és azzal, hogy csinálják, azzal, ha ez a kifejezés egyáltalán értelmezhető, megszégyenítik az államot? Nincs bennünk semmi ilyen szándék. Ezt én értem. Nagyon erős együttműködésre törekvők vagyunk, és nem is hangsúlyozzuk azt, hogy az állami rendszer rossz, hangsúlyozzuk, hogy az állami rendszernek hibái vannak. Úgy kell ezt az egészet elképzelni, ezt az egész generációs szegénységet, hogy van egy probléma térkép, és akkor vannak ebben ilyen darabok, amiket az intézmény rendszerre tett, mint egy puzzle. És közöttük vannak rések, mert ezek nem illeszkednek jól. És mi ezeket a réseket próbáljuk megbetönni, de úgy, hogy közben támogassuk magát a rendszer. Minket az ügy érdekel, minket a gyerekek érdekelnek, azt akarjuk, hogy az iskolai lemorzsolódás kockázatának kitett gyerekek elvégezzék a 8 osztályt, szakmát szerezzenek, a rendszerben maradjanak, és egy más életutat járjanak be, mint amit a szülei. Mi ebben dolgozunk, és nincs rossz érzésem a helyi partneri együttműködésben, érti? Nincs rossz érzésem, mert együttműködünk a családsegítőkkel, az oktatási intézményekkel, az egyetemekkel, tehát nincs meg ez, csak ez a döntéshozói szint valamilyen ok miatt úgy dönt, hogy ez a munka fölösleges, ez a munka nem kell, ez ellátható az ő egyébként hézagosan működő rendszerében. Tényleg, ez az üzenet ebből. Tényleg elhangzott ez a mondat, hogyha nem tudják ellátni a munkájukat ennyi pénzből, amennyi így aztán marad az alapítványnak, akkor adják át az intézményeket? Nekem államtitkár úr ilyet nem mondott, viszont a levélben, amit kaptunk a minisztériumtól, két bekezdés van. Az elsőben a járványhelyzettel való indoklás, a második bekezdésben pedig, hogyha a fenntartási gondjaink vannak, akkor januárban jelezzük ezt a minisztérium felé. Ebből az következik nyilván, hogy átadható, és hallottunk már ilyet alapítványi szférában többet, hogy le lehet adni a alapítványi fenntartási. Lehet, hogy ez erről szól. Igen, de azt értse meg, hogy én pontosan tudom, hogy ezt a munkát, amit mi civilként beleteszünk, ezt nem teszi hozzá senki. Én értem, hozzá, és ilyen szempontból azt gondolom, hogy mi ezt szeretnénk megőrizni valahogy. Most úgy érzem, hogy egy ilyen eltűrt kategóriában voltunk eddig, egy kicsit támogatottban, de most inkább eltűrtben. Legalább ebben szeretnék megmaradni, mert én biztosan tudom, hogy ennek a munkának az állami rendszeren belül van a helye. Ha mi civilek, azok, akik értjük, hogy mi történik, és hogy mit tesznek a gyerekekért, támogatunk tovább. Ugye itt most 8 millió forintot kellett összeadni. És a jövőre egyáltalán nincs támogatás, mint ahogy azt az RTL Klubnak egy kérdésére az Emberi Erőforrások Minisztériuma meg is erősítette, hogy így tervezik a következő esztendőt. Akkor mennyi pénz kellene, hogy összegyűjjön? Igen, mi ezt az információt önöktől tudjuk, vagyis az önöknek adott válaszból, nekünk nem jelezte, hogy jövőre teljesen megszüntetik a támogatást, a kiegészítő támogatást. 17 millió forint az, amit kaptunk ebben a támogatásban, vagy ebben a formában. Hát nézze, én már régóta csak egy tanévben gondolkodok, most abban egy picit megnyugszom, hogy ezt a tanévet végig tudjuk vinni, de nem állítottuk le a gyűjtést, és most is jönnek a támogatások, és hát azt gondolom, hogy ami még ebből összegyűlik, azt elspájzoljuk, hogy a jövő tanévet ne így kezdjük, ne így kelljen kezdenünk, és hát most kikerestem az előbb a munka végén 14.160.887 forintunk volt, és még mindig jönnek támogatások, tehát nyilván szeretném, hogy jövőre is tudjunk dolgozni, legalább így, de
Nagyon nehéz. Tudja, van itt egy nagy probléma még, hogy sokan felvetették a kommentekben, hogy ha megoldjuk mindig az állam működési hibáit, mi civilek, akkor gyakorlatilag nem arra kényszerítjük, hogy változtasson a rendszerén, hanem kiszolgáljuk a rossz működési hibákat. És ezt nagyon könnyű kimondani annak, aki messze van ettől a problémától, de aki benne van, aki közel van, aki látja ezeket a gyerekeket, az nem tudja megtenni, mert nem veszíthetünk el újabb és újabb generációkat, mi civilek a telepen, arra várva, hogy majd az állam egyszer rá eszmél, hogy hoppá-hoppá, hát mégiscsak vannak itt gondok. Ne azt gondoljuk, hogy helyettük, hanem azt gondoljuk, hogy csak azért is. És akkor tudnak tovább működni, és tudnak segíteni a gyerekeknek, jó? Velük szeretném, velük és mindenkivel együtt működni. Elvitok, Nora, köszönöm szépen a rendelkezésünkre állt. További jó munkát kívánok Önöknek. Köszönöm szépen, és köszönöm mindenkinek a támogatást.